Az Európa Tanács 1990-ben nyilvánította február 22-ét a bűncselekmény áldozatainak világnapjává. Magyarországon 1993 óta ünneplik. Ezen a napon a rendőrök különös tekintettel hívják fel a figyelmet az áldozattá válás veszélyeire és a megelőzési módokra. Szekszárdon egy helyi nagyáruházba vonultak ki az egyenruhások, hogy hasznos tanácsokkal lássák el az érdeklődőket. Mai napon itt az egyik szekszárdi áruházban települtek ki kollégáim, akik hasznos tanácsokat adnak az áldozattá válás elkerülésének érdekében. Különböző szórólapokat osztanak az állampolgároknak, illetve a baleset megelőzési kollégáink is baleset megelőzéssel kapcsolatos tanácsokkal szolgálnak a mai napon. Bűncselekmény áldozata az, akinek a személye vagy a tulajdona ellen követnek el valamilyen sérelmet. Az áldozat segítés célja pedig az, hogy a sérelmet elszenvedő személyek, illetve azok hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémájuk megoldásához, az őket megillető jogok érvényesítéséhez. Van egy ingyenesen hívható segélyhívó vonal is, a 0680 225 225, ahol nem csak az áldozatok kaphatnak tanácsokat, hanem azzal kapcsolatban is pszichológiai segítségnyújtást, valamint egyéb segítségnyújtást adnak a vonal túlsó lévő kollégák, hogy hogyan kerülhetjük el azt, hogy ne váljunk áldozattá. Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, nagyon fontos, hogy azonnal értesítse a rendőrséget valamilyen módon. Hívja a 112-es segélyhívót, vagy személyesen jelenjen meg a legközelebbi rendőrkapitányságon.